A helyi gyerekek műsora színesítette azt az ünnepséget, amelynek keretében átadták az új bölcsödét Erzsébeten. Az intézmény korábban a Baranyai település óvodájában működött. Megszűnése után most a polgármester kezdeményezésére egy mini bölcsöde épült, mintegy 83 millió forintos támogatásnak köszönhetően. Amikor ezt a bölcsödét azt mondom, hogy nem megálmodtam, hanem tovább szerettem volna vinni azt, ami itt a négy településnek megadatott, hogy a gyerekek Erzsébetre járhattak bölcsödébe, és hogy megadatik, hogy újra ugyanitt Erzsébeten bölcsödébe járhatnak. Nagyon nagy dolognak tartom, hogy itt szocializálódhatnak, itt nőhetnek föl. Ebben most már egy modern kialakítású, a kor és a szülők elvárásainak megfelelő berendezésekkel működő intézmény segíti a helyi családokat. A tágas csoportszoba mellett öltözőket, gyermekfürdőt, melegítőkonyhát és mosdókat alakítottak ki a kivitelezők. Az átadó ünnepségen Hargitay János, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a kormány egyik legfontosabb célja a családok védelme és a vidéki életszínvonal növelése, amiben többek között a Magyar Falu program is nagy segítség a kisebb önkormányzatok számára. 103 település érintett a választókörzetemben, Mohács nem, a nagyságánál fogva, az összes többi, még a kisvárosok is érintettek, tehát a közeli Pécsvárad, és minden település több projektet is megvalósított. A nagyobbak, mint egy Pécsvárad, de akár ez is, akár Erzsébetet is ide tudom sajátítani, nem csak a Magyar Faluban valósítottak meg projekteket, hanem más forrásokból, mondjuk TOB-ból, területi operatív fejlesztési programból is tudtak forrásokat megvalósítani. A bölcsödét és használóit a helyi apát áldotta meg, majd a képviselő és a polgármester a gyerekek segítségével vágták át a nemzeti színű szalagot, ezzel hivatalosan is átadva az intézményt a legkisebbeknek. Gratulálok az egészhez. Hát köszönjük még egyszer a támogatást!